még nem választott általános iskolát gyermekének? Nézze minket, Suli Körkép címmel bemutatjuk a környék általános iskoláit. A Perbeli Kisforrás Általános Iskolában nem csak papíron beszélnek a családias szeretetteljes légkörről, hanem ezt gyakorolják, és önök is hamarosan megláthatják, ez egy mosolygó iskola. Engedje meg igazgató azt, hogy egy kicsit a kulisszák mögé tekintve avassuk be a nézőinket ebbe a riportba. Mikor ide jöttünk, akkor arról beszéltünk, hogy hol lehetne jó vágóképeket készíteni az iskoláról, hiszen rengeteg épületből áll maga az intézmény. Hányból is, és miért ilyen széttagolt? Családias környezetben várjuk az iskolába a gyerekeket. Több épületből áll az iskolánk, vannak régebbi és vannak újabb építésű épületeink, például ez az épület, ahol most itt vagyunk, ez az emeletes épület, ez a legrégebbi nem épületünk. Mondja, de a napelemek nem voltak rajta. Még nem voltak rajta. Ez a 18. században épült ez az épület, természetesen azóta már nagyon sokszor felújították, átalakították, de ez a legrégebbi, tehát azóta van itt Perbálon iskola. Később bővült, ahogy változott az idő, politika és bővült a tanuló létszám, mert hozzáépítettek még rengeteg épületet. Így épült meg az ebédlő, ahol konyha van, saját főzőkonyhával, van egy elalakú felsős épületünk, és a legújabb épületünk az a tornaterem. Mekkora? Egy osztály befogadására alkalmas, de alapvetően nagy, és azért korszerűen felszerelt. Ha már itt tartunk, közben is kérdezek, hogy a mindennapos testnevelés bevezetése az önöknél megoldható-e, megoldott-e? Mi a helyi tantervben úgy döntöttünk a nevelőtestülettel, hogy az alsó tagozatban, a mindennapos testnevelés óra keretén belül heti egy órában néptáncolnak, illetve tánc és dráma órán vesznek részt a gyerekek. Ez az alsó tagozatra vonatkozik. Az alsósok némely órán, néptáncórán az óvodában, az óvodának a tornatermében kapnak helyet. A felső tagozatban, 5. osztályban, bizonyos óraszámban úszásoktatás folyik, és a többi órában pedig meg tudjuk oldani egyelőre. Hova járnak úszni a gyerekek? A Csolnoki úszodába szoktunk menni. Fakultatívan, önköltséges formában egyébként is évek óta járunk, és nagyon meg vagyunk elégedve ezzel az oktatással. Az iskolának neve is van, nem úgy, mint más településeken, sok helyütt csak ilyen és ilyen település általános iskolája. Az önök iskoláját Kisforrásnak nevezik. Miért ez a név, mire utal? 2008-ban vette fel az iskola ezt a nevet, és erre a névadó ünnepségre azóta is megemlékezünk minden évben egy iskola napok keretében ősszel. Azért ezt a nevet választottuk az iskolánknak, mert ennek kettős jelentése is van. Egyrészt van egy konkrét földrajzi jelentése, itt Perbálon található egy kis forrás, ami a kirándulások emlékét idézi, és szoktunk is oda járni a gyerekekkel kirándulni. Másrészt pedig átvitt értelemben az iskola jelenti azt a tiszta forrás, amelyből a gyerekek tanulhatnak, amelyből építkezhetnek. Úgyhogy ezért választottuk ezt a szép nevet, és úgy gondolom, hogy ez a név méltó ahhoz is, hogy az iskolánk egy örökös ökoiskola címet nyert. Mert hogy önöknél a programjukban középpontban áll a környezettudatos szemlélet kialakítása. Vannak elképzeléseim, meg kollégáim említettek is hasonló örökös ökoiskolai kollégákról beszélek, programpontokat, de önöknél hogyan valósul meg a mindennapokban az, hogy ezt a környezettudatos szemléletet kialakítsák a gyerekekben? Igazából ez már a harmadik ciklusunk, tehát első két ciklusban ökoiskolai címet nyertünk, tehát két alkalommal, és az elmúlt tanév végén pályáztuk meg ezt az ökoiskolai címet. Nagyon örülünk, hogy sikerült elnyerni. Én úgy gondolom, hogy az iskola már az elrendezésével, az elhelyezkedésével, hogy több épületben tanulnak a gyerekek, már, és nagyon sok zöldövezet várja a gyerekeket, sokat hatalmas vannak a levelőn, udvar, igen, nagy udvarban, játszótér, nagy sportpálya, tehát már mindez előrevetíti, hogy alkalmasak vagyunk erre a környezettudatos nevelésre. A pedagógusok is természetesen ennek szemléletében tartják meg az órákat, sokszor még zölden jelöljük a tanmenetekben is, például német órán is, hogy mik azok a témák, amelyek a környezettudatos gondolkodásra nevelik a gyerekeket. Mondjon egy példát, kérem a nézőinknek, mondjuk német órán hogyan lehet például a környezettudatos környezetvédelem, és vagy akár például Das Wattenmeer, vagy a vízvilágnapja, az elmúlt héten például a vízvilágnapja napja projektet tartottuk az egész iskolában, és ezt német órán is megtartottuk. Interaktív órákat tartottunk, csoportfoglalkozás, kooperatív foglalkozás, tehát németül plakátokat készítettek. Minden órát, az oktatást is áthatja ez a szemlélet. A matematika órán épp úgy ki lehet térni erre. Nem szöveges feladatoknál, így van, így van. Természetesen. Tetszik. Vagy rajzórákon például. Tehát nagyon
fontos számunkra a rajz szakkör, tehetségpont is vagyunk, az iskolát tehetségpontként regisztrálták most össze, és a rajzórákon is természetesen nagyon sokat vannak a levegőn, rajzszakkörön vagy rajztáborban, ugyanígy a természetről rajzolnak. Amit még szerettem volna elmondani, hogy természetesen a szelektív hulladékgyűjtés még ide tartozik, papírgyűjtés, vasgyűjtés, elemgyűjtés, és ami még az iskolánkban úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos jelentőségű, hogy ökoversenyt hirdetünk a gyerekeknek osztályonként. Ez egész éves program, különböző feladatok vannak, plakátokat kell készíteni, projekteket kell készíteni, kísérleteket készítenek a gyerekek, vagy akár korábban volt, hogy madárijesztőt kellett készíteniük, vagy madáretetőt például, és gondoskodni kell a madaraknak az etetéséről. Tehát rengeteg ilyen projektünk van. Hogy tudják egybe összehasonlítani mondjuk egy másodikos osztály, meg egy nyolcadikos osztály teljesítményét? Külön alsó osztálynak, és külön a felső osztálynak. Pontozzuk még azt is, hogy mennyire tartják tisztán a termüket. A gyerekek külön gyűjtik a papírhulladékot, külön a műanyag kupakokat is, vagy a műanyag teljes dobozokat például, úgyhogy mindenképpen igyekszünk őket erre a szelektív hulladék gazdálkodásra is a figyelmüket felhívni. És ők meg a szülők figyelmét hívják, ha még eddig nem gondoskodnak. Mennyire együttműködőek a szülők egyébként? Nagyon együttműködőek a szülők, nagyon jól tudunk együtt gondolkodni, együtt dolgozni, és nagyon segítőkészek. A szülői szervezetünk elnöke egykori tanítványunk, akinek a kislánya ugye ide jár az iskolánkba. Nem csak ő, hanem az egész szülői szervezet, sőt én úgy gondolom, hogy az összes szülő nagyon segíti az iskolát abban, hogy eredményesen tudjunk működni, támogatják is az iskolát jótékonysági rendezvényekkel, gyereknapi rendezvények finanszírozásával. Nagyon sok mindent köszönhetünk nekik, úgyhogy ők nagyon fontos bázis, és úgy gondolom, hogy a kapcsolatunk is nagyon jó a szülőkkel, ők is támaszkodhatnak ránk. Az iskolai pólószíne kék, mármint a kis forrás elnevezéshez, meg a környezettudatos szemlélethez. Hány diák jár az iskolába, és hány pedagógus foglalkozik velük? 19 pedagógusunk van, akik főállásban dolgoznak az iskolában, természetesen vannak még óraadóink is a kisebb óraszámú órákra, és jelenleg 202 a tanulói létszámunk. És nagyon örülünk annak, hogy nem csak első évfolyamban jelentkeznek akár más településekről, hanem olyan jó híre van az iskolának, a szülők között is így terjed ez a jó hír, hogy akár a felsőbb évfolyamokra is áthozzák. Azért, mert sok iskola elmondja, tudom, hogy családias iskola, szinte minden iskola. Nálunk én azt tudnám kiemelni, hogy amiben mások vagyunk, vagy amiben többek tudunk lenni, mint mondjuk más iskola, hogy nem csak az osztályon belül, vagy a pedagógus és a diákok között valósul meg ez a családias hangulat, ez a harmonikus kapcsolat, hanem az egész iskola közösségen belül. Tehát minden gyerek ismer mindenkit, minden pedagógus ismeri a gyerekeket, a kicsik már elsőtől kezdve tudják, hogy nyolcadikban ki fogja őket tanítani, és ami nagyon fontos, hogy egyénre szabottan tudunk a gyerekekre nagyon odafigyelni. Ez az a nagyon odafigyelés az, ami a szülőknek szerintem nagyon fontos, és ami miatt sokan idehozzák a gyerekeket. Ez lehet az iskola egyik titka, az egyénre való odafigyelés, a másik talán az, hogy ahogy olvasom a programjukban, a mi tudat kialakítása. Tehát ez egy jó értelembe vett kötődés az, amit önök erősítenek, gondolom, a tanulókban. Igen, igen. Az egyenpóló is tulajdonképpen ezt a közösségi érzést hivatott bemutatni, vagy megmutatni a külvilág felé, hogy mi összetartozunk. Ezt az egyenpólót iskolai ünnepségeken, rendezvényeken, versenyeken szoktuk hordani, és nem csak gyerekek, hanem a pedagógusok és a szülők is szeretettel hordják. Egy összetartozási élményt így is van, jelent. Így van. A közösségi érzés, illetve a közösségi nevelés nagyon fontos feladat az iskolának. Rengeteg olyan programunk van, amit ezáltal tudunk megvalósítani. Legutóbb, ami a legfontosabb projekt volt számunkra, például egy ilyen közösségi projekt, ez a március 15-i flashmob készítés, amit az iskola honlapján is meg lehet tekinteni. Nagy örömmel tölt el az, hogy olyan lelkes pedagógusokkal dolgozom együtt, hogy ha felmerül egy ötlet, akár részemről, helyettesem részéről, vagy bármelyik kollega részéről, már rögtön tovább főzik a kollégák, és már rögtön a megvalósításon gondolkodnak. Úgyhogy nagyon jó ilyen tantestülettel együtt dolgozni, nagy felkészültségű, nagy tudású pedagógusok, nagyon szeretik a gyerekeket, és a gyerekek is őket, és ilyen közösségi programokat nagyon szépen lehet megvalósítani. Említsem még, megkérem a fejlesztő pedagógus, logopédus, gyógytestnevelő
munkáját, szerepét, hiszen ezek a szakemberek is megtalálhatók az intézményben. Igen, nagyon örülünk annak, hogy az iskolában fejlesztő pedagógusunk van, így helyben tudjuk megoldani a BTMS tanulóknak a fejlesztését. Ezt a nézőink. Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulókra gondolunk. Ez nem a SNI, nem, ez más. Nem, nem. A mi iskolánkban nincsenek SNI-s tanulók, ez egy véletlen, az hogy egyelőre. Sajátos nevelési igényű, így van. Szintén lefordítottam a nézőinket. Tehát sajátos nevelési igényű tanulók nincsenek jelenleg az iskolában. A fejlesztő pedagógus nagyon sok gyerekkel foglalkozik, és külön korrepetálás is van a gyerekeknek. Tehetségpontként regisztrálták az iskolát, és nem csak a felzárkóztatásra, hanem ugyanígy a tehetséggondozásra. Az integrált oktatás valósul meg itt. Így van, így van. Olvasom, hogy önöknél elsődleges, vagy nagyon fontos legalábbis a stílus, a kommunikációs készség kialakítása, és a beszélgetés előtt elárulta, hogy 8. osztályban média szakkör, klub, tanóra. Média óra. Kis létszámú tanulócsoportokról olvasni, ez hány főt jelent? A felső tagozatban alacsonyabbak jelenleg a létszámaink az alsó tagozathoz képest, az alsó tagozatban magasabb a létszám, tehát felmenőben, ahogy én úgy gondolom, az iskolának épült fel 2009 óta az imázsa, és egyre jobban megmutattuk azokat az eredményeket, amiket eddig is elértünk, de talán nem foglalkozott korábban az iskola annyira azzal, hogy ezt meg is mutassuk, hanem szerényen tettük a dolgunkat. Ez látszik most már a tanulólétszám emelkedésében. Az alsós osztályokban a 28 fő a legmagasabb létszám az alsósoknál. És az is szép eredmény, hogy ahogy olvasom, a legtöbb diák jó gimnáziumba megy, vagy szakközépiskolába, de lényeg az, hogy mindenkit beiskoláznak valahol. Igen, igen, nagyon jó a beiskolázási eredmény. Nagyon sok gyereket az első helyre vesznek fel, a 8-osok 70%-a megy gimnáziumba vagy szakközépiskolába, és természetesen előszeretettel választják a német nyelvet, hiszen mint német nemzetiségi nyelvoktató iskola, mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a középiskolában folytassák ezt a megkezdett utat, és ehhez választanak majd egy második nyelvet. A német oktatás az csoportbontásban történik a felső tagozatban, tehát itt még a kiscsoportos foglalkozásra visszatérnék. Nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, hiszen a csoportbontásban sokkal kommunikatívabban tudunk a gyerekekkel foglalkozni, rengeteget beszélünk, rengeteg program van, ami segíti a nyelvtanulást. És azt is olvasni, hogy idézek, jó itt és finom a házi koszt. Ezek szerint önöknél ez bár már jelige vagy jelszó az iskolában. Mivel érik el, hogy külön, amikor egyébként a menzás ételnek a minőségét, azt nem minden iskolában dicsérik a diákok. Önöknél hogy? Igen, nálunk nagyon régóta nagyon jó a konyha, és messze menőleg híre van már. Itt főznek helyben? Itt főznek helyben, egy helyben főző konyha van az iskolában. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy néhány évvel ezelőtt az önkormányzattól egy Perbál érdemért elnevezésű kitüntetést kapott az iskolai konyha, és tényleg nagyon finom, ízletes ételeket készítenek, szeretnek itteni a gyerekek. Én úgy gondolom, hogy a 202 főből olyan közel 180-190 gyerek itt étkezik, tehát nagyon sokan. Még vendégebédet is főznek, óvodára is főznek, úgyhogy nagyon szeretnek a gyerekek itt étkezni. Gratulálok a díjukhoz, meg a szakácsukhoz is külön. Viszont ahhoz is gratulálok, ahogy olvasom, tanulóink megtanulják a szeretet adásának és elfogadásának művészetét. Ez lehet a kulcsa talán. Ennek kéne, hogy a kulcsa legyen valamennyi oktató-nevelő intézményben a munkának. Önöknél ez hangsúlyos külön. Az nagyon fontos, hogy a szülőkkel állandó kapcsolatban vagyunk, bármikor megkereshetnek a szülők is a kérésükkel, illetve mi is fordulhatunk hozzájuk, hogyha egy-egy gyereknél valamit látunk, vagy valamiben segíteni szeretnénk, vagy mi kérjük az ő segítségüket. Mert az iskola nem csak a gyerekeknek a testi egészségére helyez nagy hangsúlyt, hanem a lelki egészségükre is, és szeretnénk ezt a szeretetet átadni, illetve továbbadni a gyerekeknek. Pontosan emiatt döntött úgy a nevelőtestület, hogy ebben a tanévben a Mosolygós Magyarországért mozgalomhoz fog csatlakozni az iskola. Mi egy mosolygós iskola vagyunk, olvasható ezen a címer táblán. A környéken én úgy gondolom, hogy a mi iskolánk az első iskola, akik ezt így felvállalják, hogy egy mosolygós iskola lehetünk. Ennek az a lényege, hogy bizonyos helyzetekben, stressz helyzetekben, vagy bizonyos sikertelenség, kudarc esetén is éri a gyerekeket öröm és siker, hiszen úgy gondolom, hogy minden gyerek tehetséges valamiben, minden gyerekből a maximumot igyekszünk kihozni. És ezzel a mosolygós iskola programmal szeretnénk a hétköznapokat is kicsit boldogabbá tenni a gyerekek számára. Nagyon sok eleme van, még kidolgozás alatt áll, van egy munkaterv, ami dolgoznak most a kollégák, de én úgy gondolom, nagyon aktívan fogunk ebben részt venni.
Nyilván azért van megoldásra váró feladat önök előtt is. Igazából a tárgyi feltételek javításán lehetne még dolgozni. Ez az épület szépen felújult néhány évvel ezelőtt az önkormányzat által, és várjuk a további pályázati lehetőségeket, hogy az iskola korszerűsíthessen és bővülhessen. Szép tervek vannak már az önkormányzatnál, tehát tulajdonképpen kinőttük az iskolát, aminek nagyon örülünk, hiszen egyre nagyobb az érdeklődés a mi iskolánk iránt, a mi oktatási formáink és a céljaink, az eredményeink iránt, de lassan kinőjük az iskolát. Tehát ez az, ami még megoldásra vár, és nagyon bízunk benne, hogy néhány éven belül lesz majd esetleg egy felújított, bővült iskola részünk, amit nagyon szívesen majd megmutatnánk. Gondolom, hogy egy pedagógus számára a legnagyobb kihívás, de egyben a legszebb élmény az, hogyha tehetséges gyerekeket fejleszthet még tovább. Ön ebben a szerencsés helyzetben van. Igen, ezt a szép feladatot kaptam, mert ebben az iskolában nem csak a lemaradó esetleg tanulásukban akadályozott gyerekekkel tudunk külön foglalkozni, tehát én, mint fejlesztő pedagógus erre nagy hangsúlyt tudok fektetni, hanem tehetségpontként kiemelt feladata az iskolának a sok egyéb mellett a német és a rajz területe. Hát én a rajzban tudok egy kicsit segíteni azoknak a gyerekeknek, akik tehetségesek, szeretik a kihívást, jól terhelhetők. Úgyhogy egy kreatív rajzszakkör nevű szakkörre várom azokat a gyerekeket, akik ennek megfelelnek, akik kimagaslóak, és ez már nagyon korán látszik a gyerekeknél. Van olyan, aki rajzban nem tehetséges? Tehát akiről kijelenthető, hogy kevésbé ügyes? Ha vannak tehetségesek, ebből az következne, hogy vannak kevésbé tehetségesek is. Úgy gondolom, hogy nem tehetséges és nem tehetséges van, hanem kitartó most még, aki kreatív, és nem feltétlenül a rajz készségén múlik ez. Tehát nagyon-nagyon sok kihozható minden gyerekből, de ehhez kell egy affinitás a gyerek részéről is. Tehát, hogy ő akarjon jönni erre a rajzszakörre, ez mindenképp fontos. Aztán ott az én feladatom, hogy akarjon maradni esetleg a következő évben is, főleg felső tagozatban, amikor már szerintem nehezebb a gyerekeket megszólítani. Ennek a fajta pedagógiai munkának a szépsége mellett azért ott van a felelősség is. Tehát, hogy ön jó szemmel észrevegye, hogy kit érdemes tovább ezen a vonalon fejleszteni, és ki az, akit más irányba kell terelni. Igen, de szerintem minden ilyen csoportban vannak olyan gyerekek is, akiket nem szabad elengedni. Még akkor is, hogyha látom, hogy esetleg nem biztos, hogy Van Gogh lesz belőle, de ki vagyok én, hogy ezt eldöntsem egy gyerekről 10 éves korában. Tehát biztos vagyok benne, hogy a kezüket fogni kell, de azért vagyunk mi itt családi iskola, vagy egy kicsit családias iskola, nem tudom melyik a legjobb szó rá, hogy mind a 203 gyereket ismerjük, és azt tudom mondani a kollégámnak, hogy te én úgy látom, hogy ő benne van mondjuk egy kis drámai véna, hagyj járjon a dráma szakkörre. Vagy éppen a másik kollega hozzám jön oda, és azt mondod, hogy eddig még nem vetted észre, de ez remekül rajzol, ez a gyerkőc, akkor hagyj jöjjön hozzád. Tehát szerintem ebben áll a mi felelősségünk. A gyerekek mindig ilyen szép ruhában vesztek részt az órákon, vagy ez csak most nekünk szól? Nem, ez most a felvétel kedvéért történt így, de nagyon sokszor van rajtuk ez a ruha. Iskolán kívül rengeteg, tanításon kívül rengeteg német nemzetiségi programunk van. Tudni kell a községről azt, hogy a második világháború előtt csak nem 90%-a német ajkú lakos volt, és őket sajnos kitelepítették, csekély számban maradtak itt. 91 óta vagyunk német nemzetiségi iskola, és 1994 óta létezik nálunk folyamatosan német nemzetiségi önkormányzat, és közös nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezeket a hagyományokat megtartsuk, ápoljuk és továbbadjuk a gyerekeknek. Igen, ezt akartam hozzáfűzni, hogy a ruha is arról tanúskodik, hogy nem csak német nyelven tanítják meg a gyerekeket, hanem az egész kultúrkört megismertetik velük. Ez mitől áll fel? Gondolom, hogy zene, tánc. Nagyon büszkék vagyunk a nagymúltú tánccsoportunkra, az Onnenstrahlen Napsugarak tánccsoport rendszeres fellépői iskolánk és a község rendezvényeinek. A partnerkapcsolati találkozásokkor mindig jelen vannak,
és nagyon szívesen utaznak most már más községekbe, helységekbe is. Vannak olyanok, akik középiskolába is német vonalon mennek tovább, vagy még egyetemre is akár? Igen, nagyon sokan tanulnak közülünk német szakon, akár nulladik évfolyamon próbálkoztak kétanyelvű iskolákban is, de a német nyelvet a legtöbben tovább viszik, és akár felsőfokú nyelvvizsgával is zárják, illetve több tanulónk főiskolán, egyetemen is folytatja a tanulmányokat, ennek már nagy hagyománya van. Nagyon kedveltek a perbáli gyerekek, sikeresek német nyelvterületen, akik tőlünk elkerülnek. Ezt bizonyítják már a helyi versenyeink is, rengeteg plusz versenyt szervezünk, van helyi német énekversenyünk, helyi német vers és prózamondó, és csak az iskola létszámához képest azt hiszem, az sokat mond, hogy 70-80 jelentkező vesz minden évben ezen részt. Ezek tovább jutósok, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy kistérségi, megyei, sőt országos versenyeken is nagyon, nagyon szép eredményt érünk el. Két nagyon kedves tanítványom, Csákvári Hanna, ő 5. osztályos tanuló, és szinte minden versenyen mindig részt vesz. Pál Imola, 3. osztályos tanuló, és még azt említeném meg, hogy ők még oszlopos tagjai a Regenbogen német színjátszó csoportunknak, ahol szintén nagyon nagy sikereket érünk el, fesztiválokon veszünk részt, külföldön léptünk már fel, sőt egy valamikori pályázaton, talán 2010-ben bekerültünk az ország legjobb 15 német nyelvű színjátszó csoportja közé, és kisfilm készült a műsorunkról, amit a Magyar Televízió is közvetített. És szeretettel várjuk az újakat. Nagyon sok kis tanuló alsó tagozatos jár, 33 fővel működik most a színjátszó csoport. 1997 óta van Perbál és Burgvált községek között partnerkapcsolat, ami azt jelenti, hogy minden évben 2-3 alkalommal ellátogatunk egymás ünnepségeire, különböző rendezvényeire. Mi az énekkarunkkal, a német énekkarunkkal, a német színjátszó csoportunkkal, a Schwab-tánc csoportunkkal szoktunk részt venni a partnerközségünk rendezvényein. Ezen kívül 2010-ben elindult a diákcsere projektünk is. A gyerekek egyik évben, a perbáli gyerekek mennek Burgwaldba, és ott a Burgwald Schule nevű iskolába járnak, ott tanulnak, családoknál laknak. Ez nagyon nagy lehetőség arra, hogy a gyerekek élő környezetben gyakorolják a nyelvet, hiszen nagyon fontos, hogy számunkra, hogy a németet itt az iskolában ne csak mint tantárgyat tanulják, hanem használni is tudják a német nyelvet. Annak idején a partnerkapcsolatot is a kitelepített perbális svábok kezdeményezték, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mi az iskolában, a népismeretórákon, a német hon és népismeretórákon nem csak általánosságban beszélünk a svábok hagyományairól, hanem nagyon, tehát konkrétan tudunk a perbáli németeknek is a hagyományairól, a történelméről beszélni. Ehhez készült is egy perbál könyv, és ezt rendszeresen használjuk is a német népismeret órákon. Hova van még módjuk a diákoknak eljutni? Itt bármilyen belföldi kirándulásra, vagy akár külföldi, ha nem is szervezett csere kapcsolatra gondolom. Legtehetségesebb németül legtehetségesebben beszélő gyerekekkel voltunk Ausztriában egy egynapos kiránduláson, ahol szintén az volt a feladat, hogy ott az elejétől a végéig csak németül beszéltek a gyerekek a pedagógusokkal is, és különböző feladatokat kaptak Bécsben. A diákcsere program keretében is mi is mindig a gyerekekkel ott is németül beszélünk. Egy Magyarország-Németország futballmérkőzésen mondjuk legyen az világbajnokság vagy Európa-bajnokság, kinek szurkolnak? Természetesen a perbáliaknak szurkolunk mindig. Minden második évben sor kerül egy Bottendorf perbál vagy perbál Bottendorf mérkőzésre, akár itt Perbálon, akár ugye Németországban. Idén ez itt Perbálon lesz. Június végén majd. Erre is ugye nem nagyon sok diákot tudunk vinni, illetve nagyon sok diákot fogadunk.